Hegyként tornyosulnak az abroncsok, a felvételek nem gumiszervizben és nem is hulladéklerakóban, hanem Madocsa határában készültek. A szántóföld mellé egy erdősáv szélére kerültek a gumik. Van, amiben már a víz is belefagyott, láthatóan napok óta kint lehetnek a hidegben. Többféle méretű, mintájú és márkájú gumit is lehet találni ebben a hatalmas halomban. Van köztük téli, nyári és olyan is, amit nemrég cserélhettek le. Erre például az van írva, hogy jobb első. Még friss a jelölés több gumin is, ez is jól látszik, a lerakat egészen közel van a Madocsára vezető úthoz. A mezőőri szolgálat szerint ez az illegális hulladéklerakás abszolút rekordnak számít Paks környékén. Ilyen nagy mértékben még gumiköppen nem került ki a határba, találtunk 4-et, 6-ot, 8-at, de ez valószínű, hogy egy gumistól, vagy aki gumiszereléssel, gumiszervizzel foglalkozik, onnan került ki ez a nagy mennyiségű hulladék. Hogy honnan, nem valószínű, hogy Paksi, ez átutazó történet lehetett, hogy valahonnan hozták, hogy megszabaduljanak tőle. Azt, hogy kirakhatta le a gumikat, egyelőre nem lehet tudni. A rendőrség a hivatalos megfogalmazás szerint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntető eljárást indított. A rendőröknek a legfontosabb feladata az, hogy a bizonyítási eljárás során minden olyan adatot és bizonyítékot beszerezzenek, amely megalapozhatja a gyanúsított kihallgatást. Ennek egyik eleme az, hogy szakértőt rendeltek ki kollégáim, meg annak megállapítására, hogy a kihelyezett hulladék veszélyes hulladéknak minősül, tehát hogy a környezetet veszélyezteti-e, illetve emberi életre és egészségre károsan hathat-e. A dunaföldvári rendőrös munkatársai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az ismeretlen elkövetők ismerté váljanak. Mosógép, kanapé és ventilátor egymás mellett a stílusosan megkomponált berendezésekkel csupán annyi volt a baj 2018. októberében, hogy nem lakásba, hanem egy Paks környéki erdőbe kerültek. Ez is illegális hulladéklerakásnak minősült, a tárgyakat a mezőőri szolgálat szállította el akkor. Ha valakiről bebizonyosodik, hogy úgy helyezett el hulladékot a természetbe, hogy az károsította az élővilágot, azt akár 5 év börtönre is ítélheti a bíróság.